Így néz ki egy szabálytalan átkelés biciklivel a Korányi útnak ezen a részén. Nem szállt le a kerékpáros, pedig a stopptábla és a felfestés is jelzi számára, hogy úgynevezett fölé rendelt szakaszra érkezett. Nincs elsőbsége, csak ha leszáll. Ez a felirat olvasható a táblán, amelyet aztán a magyar közút szakemberei jól látható helyre ki is függesztettek. Alig került ki a figyelmeztető jelzés, rögtön egy csapat kerékpáros érkezett a helyszínre. Ők szabályosan keltek át, persze sokan figyelték őket. Nyíregyházán is számos biciklis gázolás történt azért, mert nem tartották be a KRESZ szabályokat. Nagyon sok sajnos a kanyarodásos elsőbségi szabály megsértése kerékpáros esetén figyelmetlenül kanyarodnak általában balra és valamilyen jármű elé, nem figyelnek hátra, csak jó esetben jelzik a kanyarodási szándékot a kezükkel, de ez sokszor későn, illetőleg valamilyen átvezetésnél vagy nem átvezetésnél maga az elsőbségi szabályok megszegése, amikor a gyalog átkelőjén nem száll le a kerékpárról. A tegnapi napon volt ilyen kerékpáros balesetünk, amikor személyisérüléssel járt, nem szállt le az illető a kerékpárról gyalog átkelőhelynél, pedig ott csak gyalogosként haladhatná, illetőleg az ilyen helyeknél, ahol most ez a tábla kihelyezése került, kerékpáros átvezetés van, jogszerűen hajthatja a kerékpár a kerékpárját át a kereszteződésen, azonban elsőbsége nincs, csak ha leszáll. Az emberek nem látják azt, hogy gyakorlatilag úgy kellene közlekedni, hogy tényleg ők is figyeljenek oda, hozzájárulnak ahhoz, hogy ne legyen sérült, mert tényleg ne legyen sérülés, és ne ér, mert mindenki haza kell, hogy érjen. A nyárias időjárásban egyre többen pattannak biciklire a megyeszékhelyen is. A város egyik legforgalmasabb szakaszán a Korányi úton rendszeresek a félreértések a kerékpárosok és az autósok között. Én is számtalanszor szemtanúja voltam annak, hogy milyen nehézségekkel lehet csak tulajdonképpen akár gépkocsi vezetőként, akár kerékpárosként, vagy gyalogosan is átkelni. Ez a figyelemfelkeltő tábla, én úgy gondolom, hogy egy első lépés, vagy egy fontos lépés ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmét a kerékpárosoknak, csak akkor van elsőbségük a gépkocsikkal szemben, ha leszállnak és áttolják a kerékpárt. Ez nagyon fontos, hogyha mindenki az eszébe vési. A rendőrség még további 4 kereszteződés átkelőjéhez helyez el ilyen táblát Nyíregyházán, és vizsgálják a jövőben is, hogy mely csomópontokban kell külön figyelmeztetni a kerékpárosokat.